Üdvözlöm Önöket, Kulifai Máté vagyok a hetek főszerkesztő helyettese. Hetek óta tudósítunk az izraeli háborús eseményekről, és ezek alá a tudósítások alá rendszeresen kommentelők berakják azt a kérdést, hogy de mi van a gázai civil áldozatokkal. Ugye vegyesek a számok, most már talán 13 ezerre teszik azoknak az áldozatoknak a számát, akiket állításuk szerint Izrael gyilkolt meg, köztük több mint 5000 gyermeket. Erre az állításra, erre a kérdésre készítettem most ezt a videót, amelyben nagyjából körülmények közé helyezem, kontextusba helyezem, hogy mit is gondolunk ezekről az áldozatokról, erről a helyzetről, de mielőtt ezt megtennénk, szeretném ajánlani a figyelmükbe a képbehozó kiadványunkat. A heteknek egy új 144 oldalas magazinja foglalkozik azzal, hogy a nyugati civilizációban mennyire súlyossá vált a keresztényeknek a helyzete, a keresztényeknek az üldözése, milyen jogfosztásokkal kell szembenézniük. De akkor térünk rá a mostani témánkra. A, az izraeli háborúban nagyon sok civil áldozat van. Október 7-én a Hamas palasztin terror szervezet brutális mészállást követett el dél izrai településekkel szemben és azoknak a lakóival szemben válogatás nélkül mészároltak le gyermekeket, kisbabákat, anyákat, lányokat, időseket. És ezután pedig kezdetét vette egy olyan háború, amelyet Izrael a Hamas ellen indított. Mielőtt elmondom a különböző tényezőket, amiket érdemes figyelembe venni, az áldozatok kérdésével kapcsolatban. Szeretném leszögezni, hogy minden egyes ártatlan gázai, palesztin, civil áldozat miatt e, sajnálatunkat fejezzük ki, és rendkívül szívszorító akár egyetlen egy áldozat is, ami ennek a háborúnak az áldozatául esik. De akkor is kezdem ezeket a szempontokat, amelyeket szerintem érdemes figyelembe venni. Az első az, hogy fogalmunk sincs, hogy pontosan mennyi áldozata van ennek a háborúnak, és azért nincsen fogalmunk, mert a gázai jövedet úgynevezett egészségügyi minisztériumát a Hamas irányítja, ugye a Hamas irányítja Gázát lassan 16 éve, és a, ez az egészségügyi minisztérium ad ki közléseket azzal kapcsolatban, hogy pontosan hányan estek áldozatául a különféle légicsapásoknak vagy harci cselekményeknek. Viszont azért abban biztosak lehetünk, hogy az a Hamas, amely képes volt lefejezni gyermekeket, megerőszakolni nőket és mészárolni válogatás nélkül, és ezek bizonyított tények, ők maguk vették fel a saját sisakjukra szerelt GoPro kamerákkal, és egyéb készülékekkel a saját Telegram csatornáikra feltöltött Saját képeikkel, selfie videóikkal, hogy milyen mészállásokat követnek el. Én magam is jártam ilyen mészállás helyszínén. Tehát az a szervezet, ami képes ilyen bestiális tömeggyilkosságot elkövetni, annak semmennyire nem esik nehezére, hogy az áldozatokkal kapcsolatban hazudjon. Ugyanakkor még olyan felvételeket is lehetett látni, amelyben megrendezett módon próbáltak halálos áldozatokat a nemzetközi közvélemény média számára bemutatni, és ezek egy részében láthatóak, hogy a hullazsákba becsomagolt testek mozognak, vagy úgymond a halottak életre kelnek. Nyilván ez ennyire nem megmulattató, hiszen nagyon sok áldozat van. Ez tagadhatatlan, és nem is kívánjuk ezt megcáfolni, de azt én is való, hogy van egy úgynevezett Hollywood jelenség, a, a palesztin propaganda hatására nagyon sok áldozatot igazából behazudnak. Tehát pontosan nem tudjuk, hogy mennyi gázai civil esett áldozatául az izraeli csapásoknak. Igaz, még egyetlen egy ember, főleg gyermek halála pont egyel több, mint amennyi örömteli, vagy, vagy, vagy elfogadható, vagy több, mint kellene. Az is egy nagyon nagy probléma, hogy nem tudjuk, hogy ki a civil, és ki a terrorista. A Hamas által vezetett minisztérium közlése szerint 13 ezer civil halt meg. Viszont arról nem közölnek információkat, hogy hány terrorista halt meg. Míg az izraeli tájékoztatásban rendszeresen külön veszik azt, hogy hány civil és hány hadsereg kötelékéhez tartozó katona halt meg a támadások során. Ezt a Hamas nem teszi meg, tehát bár arról szóltak a hírek, hogy körülbelül 30-40 ezer tagja lehet a Hamasnak, ennek a terrorszervezetnek, viszont arról nem adnak tájékoztatást, hogy hány terrorista halt meg ebből a 13 ezer főből, amit ők állítanak. Idézőjelbe teszem a 13 ezer főt pont az előzőek miatt, hogy ezekből hány terrorista van. Ugyanakkor még azt sem lehet tudni, hogy ki számít civilnek és ki nem, még hogyha felvételeket is mutatnánk, ugyanis az október 7-i események kapcsán nagyon sok olyan videó és felvétel látott napvilágot, hogy a Hamasz terroristái civil ruhában érkeztek meg dél településekre, a Hamasszal együtt civilek is tartottak. A, 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 tömeggyilkosságok helyszínére és a népírtásba, és a gázábanból kikerülő felvételeken is láthatóak civil ruhás terroristák, akik a knavetővel túszokat cipelve rángatva érkeznek meg is mennek a Hamasznak a álláspontjaira, vagy állásaira. Tehát tulajdonképpen a Hamasz előszeretettel öltözik civilbe, hogy ezzel is veszélybe sodorja a többi civilt, illetve ezzel is próbálja magát védeni az izraeli támadásokkal szemben, mert tudják, hogy Izrael nem célozna ö, ö, civileket. Az egy megint egy érdekes kérdés és fontos kérdés, hogy mekkora valójában a civilek felelőssége a Hamasz által elkövetett háborús bűncselekményekben és népírtásban és tömegmészállásban, ugyanis rengeteg bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy nem csak a Hamas terrorszervezet tagjai áramoltak be október 7-én Izrael területére, hanem rengeteg gázai civil is. Úgynevezett civil, gázai átlagos emberek, akik elméletileg nem a Hamas tagjai, nem ö, minősülnek terroristának, sőt, még gyermekek is, kiskorúak is tartottak a Hamas terroristáival, és bizonyos beszámolók, a Hamas tagok beszámolói, illetve izraeli-arab beszámolók szerint is nagyon sok kegyetlenkedést és brutalitást nem csak vagy nem Hamas tagok követtek el, hanem gázai civilek. Az első napokban például a Hamas saját bevallása szerint nem tudták, hogy pontosan hány túszt ejtettek a mészállás során, illetve a október 7-i napon, mert nem mindegyik túszt a Hamas ejtette, hanem úgymond gázai civilek Mentek be, hatoltak be Izrael területére, hogy magunknak elraboljanak, magukkal vigyenek ártatlan és megrettent izraeli lányokat, fiúkat, gyermekeket, időseket. Van olyan túlsz, aki így szabadult ki, hogy egy gázai családnak a pincébe volt, és onnan pedig megtalálták az izraeli védelmi erők. Másrészt a gázai lakosság körében <kül> Óriási a támogatottsága a Hamasnak. Különböző felmérések vannak erre vonatkozóan, Mondhatnánk azt, hogy a Hamas gázai lakosság választotta meg, de ez tizen akárhány évvel ezelőtt volt. Azóta nem voltak választások ebben a gázai övezetben. Viszont azóta is a különféle felmérések azt mutatják, hogy a Hamas támogatottsága háromnegyedes, ha úgy tetszik, ha már a kétharmadhoz vagyunk szokva, tehát hogy azért mondom ilyen nyelv használattal, tehát 75-76%-a a gázai lakosságnak támogatja a Hamaszt, még az október 7-i brutális népírtás ellenére is. A mészárlások ellenére, és sőt, éppen amiatt nagyon sokan támogatják a népétest. Ha az egész palesztin lakosságot vesszük, akkor például a VRAD a, a nevű vezető palesztin közvéleménykutató mostani felmérése szerint mindössze 14%-a a palesztinoknak nyilatkozott úgy, hogy ellenzi, vagy nagyon ellenzi az október 7-én elkövetett brutális bűncselekményeket. Megyünk tovább. Azt is fontos ö, szempontként megemlíteni, hogy ö, hogyan lesz valakiből Hamas terrorista. A Hamas az ö, egyrészt egy brutális, kegyetlen terrorszervezet, másrészt pedig ők működtetik a gázai övezetet, tehát a szociális ellátást, ö, 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 szolgáltatásokat ők végzik, az úgynevezett minisztériumokat, parlamentet, közigazgatást ők irányítják mint egy 30-40 ezer tagja van, és, és lényegében kiapadhatatlan az utánpótlás e tekintetben, ugyanis bár megölnek a harcok során, vagy önmagukat öngyilkos merénylőként feláldozzák a a maszterroristák, de mindig vannak új jelentkezők. Ennek több oka is van. Egyrészt a dzsihadista iszlamizmusnak nagyon sok híve van a gázai jövezetben, akik önként és csatlakoznak a Hamaszhoz. Sőt, vannak olyanok, akik nem Hamas tagok, mégis nők, akár kiskorúak, akik a Hamasznak a hazugságainak híve, vagy az ő hergelésükre az elmúlt években is rengeteg terrortámadást követtek el izraeli örök vagy állampolgárokkal, szemben sokan, tehát a mártírságot egyfajta ilyen dicső halálnak, sorsnak, küldetésnek tekintik, tehát így is kapcsolódnak a civilek a Hamaszhoz, illetve azt is fontos látni, hogy több ezer tömeggyilkos, akik október 7-én mészállásokat követtek el, azok pár éve még olyan kiskorúak voltak, akikért például most is a nemzetközi közvélemény aggódott, mint gyermekek. Ez nem azt jelenti, hogy bármelyik gyermek halált érdemelne, viszont fontos szempont azt is látni, hogy az elmúlt években, amikor palesztin gyermekáldozatokról vagy gyermekekért aggódott a nemzetközi közvélemény, akkor pár évvel később ezeknek a gyermekeknek egy részéből tömeggyilkos ö, ö, terrorista lett. A Hamas egyébként kifejezetten épít is erre, hogy a kiskorúakkal Operáljon, ugyanis olyan kiképzőtáboraik vannak, és olyan ö, 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 kampányaik, amivel a gyermekeket is a zsidók elleni gyűlöletre és az izrael elleni halálig tartó harcra bátorítják, illetve nevelik őket, ahogyan egyébként a felvételek tanulsága alapján kiskorúak is mentek Hamasz terroristaként be a gázai, a dél-izraeli településekre, és ezeket is lehetett látni, én is láttam számos olyan felvételt, akár nem publikus felvételeket is, ahol újongva, huhogva, nevetgélve, egyfajta ilyen TikTok trendként felfogva ezeket a mészállásokat mentek fiatalok és végeztek rengeteg izraeli áldozattal. Nagyon fontos szempont, és erről még nem esett szó, ezt a háborút a Hamasz kezdte, és nem Izrael. Október 6-án tűzszünet volt érvényben, és úgy, ahogy de október 6-án a gázai övezet lakóit nem fenyegette. Sem izraeli csapás, sem izraeli atrocitás, sem izraeli tűzharc, sem izraeli bevonulás, semmi ilyen. Ezt a tűzszünetet, amit most olyan sokan hangoztatnak, ezt a Hamas szekte meg október 7-én, amikor elkövetett ilyen gyilkosság sorozatot, amikor megölt legalább 1200 embert. Izrael területén. A háborúban sajnálatos módon mindig halnak meg civilek, ennek az az oka, hogy a háborúzó felek, amikor csapásokat hajtanak végre, akkor az sokszor civil területeket is érint. De az fontos látni, hogy Izrael nem spontán kezdte elbombázni Gázát, Izrael nem beőzönlött a gázai jövezetbe és válogatás nélkül kezdett mészállásba, hanem célzottan válaszul az őtért támadásra, a nemzetközi jog alapján válaszcsapást mér arra a terrorszervezetre, amelyik az ő állampolgárait tömegesen legyilkolta, és kötelessége is Izraelnek, mint szuverén államnak a saját állampolgárait megvédeni, ezt úgy tudja megtenni, hogyha azt a hamaszt, amely újra és újra kifejezi, hogy szeretné megölni az izraeli zsidókat, ezt a hamaszt és sőt nem is csak zsidókat, hanem a minden állampolgárt, köztük arabokat és muszlimokat is, ha ezt a fenyegetést Izrael megszünteti. Fontos különbség, a, ha már így áldozatokról van szó, hogy Izrael nem a civileket célozza, míg a Hamas meg igen. Hamas, amikor beözönlött a, a, a déli izraeli településekre, akkor kifejezetten civileket válogatás nélkül mészárolt le. Az a több ezer rakéta, amit a gázai övezetből kidöptek pár órán belül 5-6 ezerre tehető ezeknek a száma kifejezetten civil lakásokat, otthonokat, iskolákat, kórházakat is ért, óvodákat, légi csapás, vagy rakétázás, bombázás, tehát kifejezetten civileket céloz, míg Izrael nem így tesz. Izrael konkrétan terrorista sejteket, csoportokat, fegyvereseket, vezetőket, központokat, fegyveraktárokat céloz, a, az oka annak, hogy vannak palesztin áldozatok, annak az, hogy a Hamas direkt és szándékosan ö, civil területekre, civil intézmények alá ö, közé köré helyezi a raktárait, kilövő állomásait, mert tudja azt, hogy Izrael el ö, ö, optimális esetben nem hajtana végre semmilyen csapást ilyen intézményekkel szemben, és pont ezért a hamasz iskolákba, kórházakba, óvodák területére lakóvézetek behelyezi bele, illetve az alá a központjait és az álláspontjait. A mostani hírek szerint is, például a legnagyobb gázai kórházban nem csak fegyvereket tároltak a kórházi termekben is, hanem a kórház alatt húzódott egy, egy nagy alagútrendszer, amelyet most derítenek föl az izraeli csapatok, illetve például a túszok egy részét is ide citálták, kurcolták el a palesztin terroristák október 7-én, erről biztonsági kamera felvételek is vannak, tehát ezt nem lehet egyszerűen letagadni. Izraelnek egyébként semmilyen haszna nem származik abból, hogyha gádai civilek meghalnak, minden egyes civil halálával Izraelen a nemzetközi nyomás növekszik, míg a hamasz kifejezetten civileket akar ölni, mert minden egyes megölt izraeli zsidóval a dzsihadista iszlám világ még inkább támogatja a Hamaszt, és ez pénzügyi támogatást is jelent számukra. A Hamasznak az a jó, ha minél több gázai civil hal meg. Ezért van az hogy a Hamas ki akarta provokálni Izrael részéről, hogy támadja meg a gázai jövezetet és vonuljon be a gázai jövedetbe. Azért van az, hogy magukat rendszeresen gyermekekkel, civilekkel, nőkkel veszik körbe, amikor az utcán sétálnak, mert a, a, ha minél több gázai áldozat van, annál inkább meg tudják néni az iszlám világ támogatását a dzsihád, Arcához, és és a nem véletlen az, hogy amikor Izrael lehetőséget biztosít a menekülésre, vagy segélyeket ad a gázai jövedetben biztosít ellátást, humanitárius folyósót, akkor a, a hamasz a saját honfitársait veri meg, belelövet a tömegekbe, rakétázza ezeket a humanitárius folyósókat, és, és uh, uh, a általuk kilőtt rakétáknak egyébként egy, egy 20%-a körülbelül a gázai jövezeten belül csapódik be, és ez rengeteg civil halálát okozza ezzel próbálják meg szintén Izraelt vádolni, a saját maguk által kilőtt rakétákat is. Az is egy megdöbbentő dolog, ha már itt elkezdődött egy számháború, ami szerintem egyébként méltatlan, hogy bedzeg gádában hányan haltak meg, míg Izraelben, az a lettenetesen nagy különbség, hogy miközben a nemzetközi közösség iszonyatos mennyiségű segét küldött az elmúlt években gázai, a gázai övezetbe. Ennek a segének a jelentős részét a Hamas használta föl a saját terror céljaira, hogy alagútrendszereket építsen ki, hogy rakétákat, fegyvereket vásároljon, és például ilyen mészállásokra készüljön, mint ami megtörtént október 7-én. A, a érdekes módon ezekből a pénzekből nem sikerült, vagy nem akartak egy óvóhelyet sem építeni. Amikor légicsapások vannak a terroralagutakban, nem engedték be a gázai civileket, tehát a, a Hamasznak nem érdeke, hogy megmeneküljenek ezek az emberek. Izraelben azért nem halnak meg. Ennyire sokan, mert Izrael elképesztő összegeket fordít arra, hogy minden otthonban, a Gáda jövedet közelében és máshol is legyenek óvóhelyek, a, legyenek biztonsági szobák, és legyen egy, egy egyébként nagyon drágán működő vaskupola rendszer, légvidelmi rendszer, szirénai rendszer, jelzőrendszer, hogy a civilek. Minden esélye meg legyen a túlélésre, hogyha ilyen támadás ér őket. Ez Gázában nincsen meg, és ez a bűn a, a, a Hamasznak a bűne, és ezért van az, hogy viszonylag több a gázai áldozat, mint az izraeli. Izrael mindent megtesz a gázai civilek védelme érdekében. Hosszú hetek teltek el az október 7-i mészárlás után, anélkül, hogy Izrael behatolt volna a gázai övezetben, pontosan azért, mert egy több hetes kampányt folytatott Izrael, hogy a gázai civilek hagyják el az övezetnek az északi részét, amely egy különleges hadműveleti terület vált, az elmúlt napokban, pont azért, hogy minél kevesebb áldozata legyen az izraeli csapásoknak. Humanitárius folyósokat biztosítottak, több százezer cédulát szórtak szét a gázai jövezet területén arab nyelven, több tízezer telefonhívással figyelmeztették a gázai civileket, hogy, hogy hagyják el azokat a területeket. Mindezt annak a kárára is, hogy adott esetben ezzel az idővel és ezzel a figyelmeztetéssel, előre szólással Hamas terroristái is tud tudnak nyerni, amit rendszeresen ki is használnak. Tehát Izrael lényegében mindent megtesz az, azért, hogy a gázai civilek ne essenek áldozatául ennek a támadásnak. Izraelnek nincs más választása. Egyébként még az előző had fogalmazza meg azt, hogy egyetlen más nemzet hadserege sem tenné meg valószínűleg ezt, hogy a vele ellenséges és háborúban álló, az ő embereit lemészárló nemzet, vagy, vagy ővezet, vagy enditással szemben ilyen humánusan ö, járna el hogy előre figyelmeztet, időt biztosít, és újra és újra és újra lehetőséget ad, hogy a civilek elmenekülhessenek, és velük együtt bizonyos mértékben terroristák is. Tehát nem tudom, hogy melyik nemzet az, amelyik még ugyanezt a fajta eljárást tenné meg. Izraelnek nincs más választása tehát. Izrael belekényszerült ebbe a háborúba. Izraelnek muszáj cselekednie, mert ha nem teszi, akkor a Hamas saját bevallása szerint nem egyszer, kétszer, ötször, hanem akár egy milliószor is, és most idézem a Hamas egyik vezetőjét, egy milliószor is megismételnék október 7-ét. Az a fő célja, ahogy az alapító nyilatkozatukból is kikerül, a, a kiderül, a Hamas fő célja, hogy a Jordán folyótól a földközi tengerig megalakítsanak egy olyan palesztin államot, amelyben egy zsidó sincsen, kiírtanák, előznék a zsidóságot Izrael földjéről, ez nem etnikai tisztogatást jelent, illetve hát e, e, brutálisabb e, népírtást, mint ami a holokauszt során e, megtörtént. Tehát az e, Izraelnek a, a, egy önvédelme és a, létében éri fenyegetettség, hogyha a Hamaszt nem számolja fel, főleg, hogyha ilyen képességei vannak a terror szervezetnek, hogy ekkor ekkora pusztítást tud végezni pár óra alatt. Ha most Izrael nem lép föl keményen, az egy meghívót is jelent. az őt körülvevő, mint egy 500 milliós muszlim térség terror szervezeteinek és radikali, radikálisainak, olyan terrorállamoknak, mint például ami az iráni rezsim is, hogy támadják meg Izraelt, mert Izrael képtelen megvédeni önmagát nem képes keményen válaszcsapást intézni, és nem tudja magát megvédeni, így lé, lét szükséglet Izrael számára, hogy a leg, lehető legkeményebben leszámoljon a Hamas terrorfenegetettségével Izrael csak úgy tudja megvédeni a saját állampolgárait, hogyha a Hamasz megszűnik, és a gázai terrorizmus is megszűni. Befejezésül szeretném ismét megismételni, hogy bár nem tudjuk, hogy pontosan hány áldozat van, és hány gázai gyermek áldozat van, nem tudjuk pontosan ki a civil, és ki nem civil, de minden egyes ártatlan gázai embernek a halála, főleg kiskorúak gyermekek halála végtelenül szomorú és szívszorító és egy valóságos dráma, de ezért a felelősség nem elsősorban Izrael terheli, hanem a Hamaszt, amely háborút robbantott ki, veszélybe sodorja a saját lakosságát, és, és amelynek érdeke az, hogy minél több gázai ember haljon meg, és ezért mindent is meg is tesz, hogy az áldozatok száma növekedjen, és ugyanúgy felelősség tereli a nemzetközi közösség azon részét, amely vagy aktívan, vagy passzívan, de lehetőséget ad, hogy a gázai jövezetet egy ilyen terrorszervezet irányítsa, és a Hamasnak egyfajta egérütot akarnának biztosítani azzal, hogy követelik a tűzszünet bevezetését. A helyzet az, hogy a tűzszünet jelenlegi helyzetben nem egy béke megállapodás felé vezető lépés lenne, hanem halálos ítélet a jövőben a, az izraeli családok felett. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ulifai Máté voltam, vagyok a hetek főszerkesztő helyettese, és arra kerestem a választ, hogy arra próbáltam meg választ adni, hogy miért van ennyire sok gázai áldozat, és Izraelnek milyen joga van a légi csapásokat, a harci cselekményeket folytatni, és hogyan kell erről az egészről gondolkozni. Köszönöm, hogy meghallgattak, hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlem, kérem, hogy osszák meg másokkal is, hogy eljusson mindenkihez ez az igazság, illetve iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, hogyan ezt már több mint 48 ezeren megtették, ezután is köszönjük. Ha szeretné támogatni ezeket a podcast adásokat, ezeket meg tudja tenni a videó alatt is sávban található szuper köszönet gomb megnyomásával, tetszőleges összeget felajánlva, illetve szeretném figyelmükbe ajánlani a képbehozó kiadványunkat is. Ez egy új magazin a hetek kiadásában, amely a keresztény témáját dolgozza föl a nyugati világ tekintettel. Ebben a régióban, ebben a kultúrkörben is sajnos egyre több korlátozás éri a Bibliában hívő, a Bibliát idéző, megvalló hívőket és keresztényeket. Exkluzív interjúkkal, elemzésekkel, infografikákkal járjuk körbe ezt a témát. Ajánlom mindenkinek a figyelmében további jó podcast hallgatás, videónézést és szép napot kívánok!